Kedves nézőink, a közelmúltban zajlott a Szabadidő Központban a 28. Borostyán sakkverseny. A következőkben erről készült összeállításunkat láthatják. Alig lett vége a szenior sakkversenynek, már is itt vagyunk a 28. Borostyán sakkversenynél. Miben különbözik az idei Borostyán torna az eddigiektől? Próbáljuk újra a régi rangjára visszaemelni. A mostani jobb feltételek alapján idén ismét pénzdíjas verseny, igaz, hogy szerény pénzdíj, de mégiscsak pénzdíjas verseny lett a Borostyán torna. Hát reméljük, hogy föl tudjuk futtatni a régi rangjára, ha időnk és anyagi lehetőségünk lesz rá. Nagyon sok fiatal érkezett erre a mostani versenyre. Minek tudható ez? Hagyományosan sok fiatal volt az utóbbi időben is ezen a Borostyán tornán, mert főleg amíg ilyen ajándékutalványos érme, sok leveles verseny volt csak, akkor elsősorban fiatalokat hívtuk meg, és hát ez alapján most a fiatalok maradtak, és jöttek hozzá nyilván néhány az öregebbek közül is. És gondolom, hogy sokan azért jönnek, hiszen esetleg fiatalon kezdtek el erre a tornára jönni, és ugye közben már ők is felnőttek, és ők is a felnőttek esetleg a szenior kategóriába tartozó sakkozók lettek. Igen, hát azt hiszem állandó részfejű volt a versenynek a Paksa Rudolfi Demester. Ő annak idén ezen a versenyen az első alkalommal megrendezett Borostyán tornán szerzett nemzetközi élőszámot, és mindjárt megszerezte az akkor szükséges 2300 élőpontot, ami a mesteri címmel járt együtt, és tulajdonképpen ekkor tette meg 24-szer előtt az első lépést a mesteri cím felé, és hát a következő évben, miután megvolt a kellő játszmaszáma, ez be is jött neki. Beszéljünk egy kicsit magáról a versenyről, hogyan zajlott maga a verseny, illetve kik vehettek részt? Tulajdonképpen csak az volt a kitétel, hogy legyen mindenkinek versenyengedélye. Hát versenyengedély kettő kivételével mind magyarnak van. Volt most két ír játékosunk is érdekes módon. Ők ugyan tiszta magyar ember, de kinn élnek Belfastba. Most már pár éve ők a fiatal emberek. A nagyszülőeknél nyaralnak Magyarországon. Apjuk is versenyezni szokott, de most ő nem játszik. A két kicsit gardírozta, és úgy látta, nagyon-nagyon meg vannak elégedve az itteni körülményekkel. Pénteken kezdődött, hétfőn ér véget. Mi minden zajlott ez alatt a pár nap alatt? Hány fordulóban, hogyan zajlottak a játszmák? Hát ugye most már a 9 napos versenyek szinte megszűntek szerte az országban, mi sem mertük ezt megvállalni. Korábban próbáltuk 3 napra összezsúfolni, ami viszont a játék tempó rovására ment. Végül is megpróbálkoztunk, hogy a rangját növeljük 4 nap alatt lebonyolítani 7 fordulóban, és olyan játéktempóval itt van a Fidem mindenféle minősítésre elfogad az úgynevezett standard játéktempóba folyik ez a verseny. Összesen hányan jelentkeztek? 39 jelentkező induló van a versenyünkön. Ez nagyon szép szám. Az ajkaiak közül, a két sakkegyesület közül kiket tudnak kiemelni? Kik azok, akik eljöttek és végigjátsszák ezt a tornát? Hát szerencsére ők is szép számmal vannak. 9 ajkai van összesen részben, az Asse részben pedig a Bányász SK játékosai. Örülünk neki külön, hogy tulajdonképpen az Asseból is a Bányászba és az Élmolyba az első 4 helyzetben 2-3 főben lesz. Ők az egresi testvérek nagyon szépen ment, nekik a játék. Máté egy kicsit gyengékért egészségi problémái voltak, de az a játékán nem nagyon látszott, meg hát nem vették észre az ellenfelek, hogy nagyon legyengült volna. Nagyon szépen fejlődik a bátyja, aki utóbbi időben valamiért nagyon, de nagyon komolyan nekiállt a sakk tanulásnak és a versenyzésnek is, és hát ugye kötelező szinte a Paksa Fidemestertől, hogy ezen a versenyen kiválóan szerepeljen. Így ők 3-an bent lesznek az első 4-ben, úgyhogy ez nagy siker az ajkai sakkozásnak is. Mivel zárul a 28. Borostyán torna? Hát ma este tartunk egy rövid eredményhirdetést. Most már nincsenek azok a látványos ünnepélyes ceremóniák.
megkapják az első helyzetek az érmeket, okleveleket, utána szükséges papírmunkát még elvégezzük, és ki megy haza. Úgyhogy mostanában ez a megszokott módszer.